Szeszes erjedés. Tegyünk egy lombikba egy kevésket cukrot, adjunk hozzá körülbelül 100 köbcentiméternyi desztillált vizet és egyharmadnyi morzsolt élesztőt. A lombikot dugjuk be dugóval, úgy, hogy közben gumicsövet vezetünk ki belőle. A gumicső végét irányítsuk bele egy vízzel teli főzőpohárba fordított vízzel teli kémcsőbe. A lombikot állítsuk langyos vízbe, hogy meggyorsítsuk az erjedést. A gumicső végénél azonnal buborékolást veszünk észre. Rövid időn belül nagyobb mennyiségű gázt gyűjthetünk a lefordított kémcsőbe. Ha az erjedés során képződő gázt belevezetjük meszes vízbe, az megzavarosodik. Magyarázzuk meg a látottakat.